Egyszer volt, hol nem volt. Ezzel a kezdő mondattal indulnak a mesék, de a Földi István könyvtár szabadba költöztetett papírszínházához kell a varázslat is. A papírszínházi előadás kezdetén a gyerekek csukott szemmel közösen mondják el az előtte megtanult kis varázsigét, majd varázsport fújnak ki, hogy kinyíljon a mese figuráit tartalmazó dobozka, amely lassan egy évtizede van a könyvtár birtokában. 2011-ben találkoztunk a könyvtárosok vándorgyűlésével, a papírszínházzal, ami Japánból ered, tulajdonképpen a mesekönyvet alakítja át színházzá. Újhelyi Mónika kolléganőmmel ekkor határoztuk el, hogy a Dombovári Gyerekkönyvtárban is ezt bevezetjük. Nem sokkal ezután megrendeltük az alapcsomagot, ami a fakeret és 6 darab mese volt. 2013-ban egy Európai Uniós pályázat keretében 14 millió forint támogatást nyertünk kompetenciafejlesztő programokra, melynek alap a papírszínház volt. A papírszínház célja a szókincs bővítése, közösségformáló ereje van, és a leghatékonyabban tudnak a gyerekek fókuszálni, tehát a gyerekek fókusza maximális a papírszínház során. 2017 nyarán, idén 5 éve jöttünk ki a játszótérre a gyerekek közé. A mese tulajdonképpen egy olyan 20 perc időtartam, napjainkra már 53 mesével rendelkezünk, ezért mindig új mesékkel tudjuk várni a gyerekeket, így van ez idén is, júliusban és augusztusban. Az időpont a megjegyezhetőség érdekében fix, minden kedden 10 órakor a víztoronyhoz közeli játszótéren várják a mesék a gyerekeket. A szünidei hetek ezzel színesebbek lesznek a gyerekek számára, a felülvigyázóknak pedig egy lehetőség arra, hogy kicsit szusszanjanak, amíg a gyerekek a mesevilágban kalandoznak. Azt gondolom, hogy egy remek ötlet. Minden nyáron itt töltünk legalább egy hónapot a mamánál, és hogyha szerencsénk van, akkor ebben az egy hónapban minden kedden ide tudunk jönni egy fagyizásra, egy játszóterezésre és egy mesére. Anna nagyon szereti a papírszínházat, hogy a könyvtárnak ezt a szolgáltatását egy nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk, lehetne gyakrabban is. A Földi István könyvtár gyűjteményében jelenleg 53 mese rejtőzik, melyek közül hétről hétre egy újabb kerül elő a gyerekek nagy örömére. Az elejétől kezdve nem láttuk, mert biciklivel jöttünk és lekéstünk róla. Csak annyit tudok, hogy arról szólt, hogy van benne egy Molnár legény és egy kandúr, és a kandúr azt szeretné, hogyha a Molnár legénynek a felesége lenne a király kisasszony. A kis lurkok legtöbbje visszatérő papírszínházi előadás látogató, akik fürkésző tekintetekkel kísérik végig a nagyjából 20 perces kis történeteket keddenként.